Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Szombathely Macimi közéleti magazinunkat látják, és hát meg kell mondanom így előre, hogy a mai közéleti magazinunk bizony egy picit sportosra sikeredett, de én azt hiszem, hogy ezt nagyon sokan nem bánják majd, már csak azért is, mert két remek labdarúgó csapatról lesz elsősorban szó. Elsőként a szombathelyi Svitenszki haladásról, azt követően pedig az FC Barcelonáról, szerintem erről a csapatról elég ritkán beszélgetünk itt a szombathelyi televízióban. Emellett pedig majd beszámolunk két nagyon komoly szombathelyi sportsikerről, egy röplabdás sikerről, valamint egy futszás sikerről, és akkor kezdjük, ahogy az illem is diktálja, a hölgyekkel, ugyanis megnyerte az MB2 nyugati csoportját a haladás VSE Vasi Sportakadémia női röplabda csapata. Esélyük van arra, hogy feljussanak az élvonalba, nézzük meg, hogy az utolsó mérkőzésen milyen eredmény született, és hát cseppet sem mellékesen, hogy milyen éltetésben, szurkolásban, ünneplésben részesültek a lányok. Óriási szombathelyi sikerrel zárult az MB2-es női röplabdabajnokság nyugati csoportjának küzdelemsorozata, ugyanis a Haladás VSE Vasi Sportakadémia együttese az első helyen végzett. A szombathelyek a pontvadászat utolsó fordulójában remek játékot nyújtva 3-0 arányú győzelmet arattak a jó erőkből álló Balatonfüred együttes ellen. Nagyon hosszú bajnokságot, és nagyon örülünk annak, hogy ez sikerült. Nagyon nehezen indultunk ebben a szezonban, új játékosokat kellett beépíteni a csapatban. Nem reméltük azt, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot. Szerencsére időben összeállt a társaság, és egy nagyon jó közösséget alkotunk. És talán ez volt a sikernek a kulcsa, hogy egységesek voltunk, és tulajdonképpen így tudtuk megverni, vagy legyőzni az ellenfeleinket. A Vasi Sportakadémia nemrég ugye az NB1-ben szerepelt az élvonalban. Most nyugodtan fogalmazhatunk, hogy karnyújtásnyira van az élvonal. Milyen esélyeink vannak? Hát azért az nem lesz egyszerű. A Palota, ugye, aki a keleti csoportot nyerte, ő tavaly még az NB1-ben volt, és onnan estek ki. Veretlenül nyerték meg a keleti csoportot, úgyhogy nem lesznek könnyű meccseink. Buzdítunk mindenkit, hogy segítsenek nekünk, hogy sikeresek legyünk ezeken a mérkőzésekkel. Mindjárt a jövő héten játszunk Palotán az első mérkőzés, és 14-én 17 órakor hazai pályán van a visszavágója. Reméljük, egy mérkőzésen nem fog eldőlni. Tehát a hazai mérkőzésen nagyon kellene a biztatás. Én azt gondolom, hogy van esélyünk látva a Palotának a játékát. Nagyon akarjuk, a lányok is nagyon akarják, hogy sikerüljön újra az NB1. Reméljük, hogy minden a mi reményeink szerint fog teljesülni. A Balatonfüred elleni találkozót az Aréna Szaváriában rendezték meg, ahol a lelkesszombathelyi szurkolótábor a mérkőzés első pillanatától kezdve óriási ünneplésben részesítette a kedvenceit. A mérkőzést követően a szövetség illetékese, valamint Takácsné Tenki Mária bizottsági elnök adta át a díjakat, azaz az aranyérmeket, valamint a bajnoknak járó serleget. Nagyon-nagyon jó. Nagyon sokat dolgoztunk ezért, tavaly is épp, hogy csak lecsúsztunk, úgyhogy most nagyon-nagyon vártuk, hogy ez sikerüljön. Bár most még van előttünk ugye egy oda-visszavágó a Palotával, úgyhogy most még azért szolidan ünnepelünk. Minek köszönhető ez a bajnoki cím, mert gondolom nagyon fontos szerepe van annak, hogy ez egy nagyon jó csapat, nagyon jó a kémia, nagyon jól összeállt a szezon végére a csapat. Ebben a szezonban 4 új játékos jött hozzánk, ők fiatalok, de egyébként nagyjából a tavalyi keret maradt, ezért jobban sikerült már összeszokni, ugye tavaly még nagyon friss volt a csapat, és idénre ért be ez a munka. A Palota veretlenül nyerte meg a túlsó oldalt, a keleti oldalt. Miben bízhatunk, mi az, ami esélyt ad az NB1-re? Abba bízhatunk, hogy mindenki azt mondja, hogy az a csoport gyengébb volt, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír. Ők ugye NB1-ből estek ki, tehát nekik lehet nagyobb tapasztalatuk, viszont nekik nagyobb visszaesés az NB2-be játszani. Hát, mit mondjak, igaziból mi nagyon szeretnénk nyerni, mindent meg is fogunk tenni ezért. A Haladás VSE Vasi Sportakadémia együttese 2 mérkőzésből álló osztályozón harcolhatja ki az NB1-be jutást. A szombathelyiek a keleti bajnok Palota gárdájával meccselnek majd. Az első mérkőzésre május 8-án vasárnap idegenben kerül sor, míg a visszavágó 14-én szombaton 17 órakor Szombathelyen játsszák majd a csapatok. Kedves nézőink, én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly siker, amit elértek a röplabdás lányok, de hát ugye még lehet folytatás, még ott az esély arra, hogy feljussanak az élvonalba. Viszont van egy óriási siker, ami már konkrétum, az NB1 ötödik helyén végzett a szombathelyi Svitelszki haladás labdarúgó csapatonos, ez lesz a témánk a folytatásban, és itt köszöntetem a csapat vezetőedzőit, Mészői Gézát, szia, jó estét kívánok! Köszönöm, szervusz! Géza, ez az ötödik hely
bizonyára teljesen nagyon jól ismered a haladás történetét, ugye? De nagyon-nagyon előkelő helyezésnek számít. Egyszer volt az, hogy 2008-ban a harmadik helyen végzett a csapat, és még az én gyermekkoromban volt az, hogy amikor a vidék legjobbja lett, ugye akkor még volt ilyen, az ötödik helyen végzett. Ez az ötödik hely mennyit jelent a csapat szempontjából, a csapat történetében, és hát végül is milyen szájízzel ért számotokra véget a bajnokság, mert úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly ok van ünnepelni már csak azért is, mert tavaly még a kiesés ellen harcoltatok. Így van, mi a vége felé kezdtünk már haladni, már és az utolsó meccsekhez értünk, akkor már az én figyelmet is fölhívták arra, hogy ez egy nagyon jó eredmény is lehet itt a végén. És ugye 2009-ben nyert, ahogy említetted, a 2008-2009, így van, 2009-es bajnokságban lettek harmadikok, és utána Halmosi Péter édesapjáik a 70-es években voltak valamikor ötödikek, és pont ma jött ki a pályára Cucubá, és gratulált a csapatnak, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly eredmény, és hogyha ő mondja, akkor azt abszolút elhisszük és elfogadjuk, úgyhogy nagyon örülünk neki, és ez nagyon-nagyon kellett valóban a tavalyi év nehézségei után, amikor én is ugye ide kerültem májusban az utolsó 4 mérkőzésre a csapathoz, és nagyon nehéz volt átélni. Aztán utána gyönyörű pillanatok voltak az ünneplés tekintetében, hogy az egész város örült annak, hogy az első osztályban maradt a haladás. Mégis óriási különbség volt a két időszak között, és nagyon élveztük azt, hogy fölfelé kell tekingetnünk, és azt nézni, hogy esetleg a dobogóra hogy tudunk fölérni. Ez nem sikerült, ennek ellenére jó a szánk íze, és jól zártuk ezt a bajnokságot, egész széttekintve mindenképpen egy eredményes bajnokság van mögöttünk. Nagyon sokat tanultunk ezekből a mérkőzésekből, és remélhetőleg a következő években ezt föl tudja használni majd a csapat még. Itt ugye a siker értékét még az is növeli, ugye, hogy annak idején, ha jól tudom, 16 csapat közül lett az ötödik a haladás, most viszont kevesebb csapat volt, magyarul sokkal nagyobb volt a küzdelem az értékes helyezésekért. Igen, ezt érzékeltük mi is a bőrünkön, hogy ez egy sokkal nehezebb bajnokság volt, mint amikor 16 csapat van. Igaz, volt ennek negatívuma is, abból a tekintetben, hogy a harmadik fordulót már ott sorsolták, és akkor valamelyik csapat itt játszott, volt olyan, hogy 3 forduló után játszottunk ugyanazzal a csapattal, tehát azért ez nem, de mégis egy erősebb bajnokság, azt ki lehet jelenteni, hogy sokkal nagyobb küzdelem volt a mérkőzéseken, és ez nekünk is nagyon jó volt, az utolsó pillanatig volt tétje a mérkőzésünknek. A bajnokság indulás előtt, ugye akkor, amikor a helyezésekről beszéltünk, nagyon sokan azt mondták, hogy legyen a helyezés egy számjegyű. Aztán valaki arról beszélt, hogy egy nagyon biztos bentmaradás, ugye ez lényegében az egy számjegyből következik. De már lehetett sejteni, hogy akkor azért itt lehetnek komolyabb tervek is, mert nagyon-nagyon biztosnak tűnt a bázis, ami mögöttetek van, és abból azért az igazolásokat is úgy lehetett alakítani, hogy egy erős kerettel vághattatok neki. Nem tudom, hogy erről te hogyan vélekedsz? Igen, abszolút. Már ott elkezdődött, hogy nagyon jól tudtunk erősíteni, és ez persze aztán a mérkőzések igazolták ezt, ez olyan, mint a jó felkészülés, hogy akkor tudjuk ezt igazából megmondani, amikor már vége a bajnokságnak. Itt elmondhatom, hogy mind a nyári, mind pedig a téli bajnokság is, vagy a téli felkészülés is nagyon-nagyon jól sikerült, és ennek köszönhető volt a sikeres szereplés. Ez is nagyon-nagyon fontos volt, hogy a hátteret tudja biztosítani a klub, a Svitelskinek a bejövetele az nélkülözhetetlen volt. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon fontos periódusok, és valóban meg tudtuk akkor erősíteni a csapatot nyáron. Ugye Király Gabi érkezése hihetetlen erőt adott az egész csapatnak, és a teljesítményével minden percet a pályán töltött, minden 33 mérkőzésen ott volt, és hihetetlen jó kiemelkedő mérkőzése is voltak, ami nagyon sok pontot hozott nekünk, de akár a Wills testvérek is tudtak erősítést jelenteni. Aztán a télen pedig még érkezett David Williams, vagy éppen Kovács Lóránt, ők is azt hiszem, hogy nagyon jó, gyorsan beilleszkedtek a csapatba, és tudtak egyet lökni a társaságon. Úgyhogy egy nagyon jó kezdés az őszi mérkőzésen, a 19 fordulóban egy jó kezdés volt, az nagyon-nagyon fontos, és a vége is nagyon jó sikerült. És én azt hiszem, hogy ha az eleje pedig a vége, ott közötte azért volt egy-egy problémánk, és egy-egy gyengébb teljesítmény, egy gyengébb mérkőzés, de amit ígértünk, hogy az utolsó pillanatig fogunk küzdeni, az összességében azt hiszem, hogy ezt a csapat ezt véghez tudta vinni. Megmondom őszintén, hogy én soha nem gondoltam volna azt, hogy ennyire számít az a mondás, hogy védj egy jó kapust. És tényleg Király Gábor érkeztével teljesen más lett az egésznek a képe. Tehát biztosnak tűnt a védelem. Én azt hiszem, hogy ő nem csak a játék tudásával számított nagyon sokat, hanem a mentalitásával, pusztán a jelenlétével.
Igen, bennem is ezek a szavak fordulnak most meg, hogy a puszta jelenetet, ezt én is használtam ezt a szót, hogy ő ott volt és lehetett rá számítani. Lábbal, amit ugye látjuk itt a nagy európai kupamérkőzés, és mi is beszélgettünk róla, hogy a Bayern baj, Neuer mennyire jó kapus, és itt azt hiszem, hogy a Király Gabi is, hogy lábbal is ennyire magabiztos, szakmailag egy labdakihozatalnál óriási tud segíteni a védelemnek, de meg kell dicsérjem a másik két kapusunkat és a kapusedzőt, Jakab Csabát, aki nagyon jó összefogja a kapusokat, és persze, hogy ma már egy kapusnak nagyon sokat kell lábbal is az edzésen és a mezőnyjátékosok között is, de mégis azért egy külön részem vannak, és nagyon jól dolgoztak, úgyhogy nagyon-nagyon örülök. Rózsa Dani is óriási segítsége volt Király Gabinak egész évben, és a kupa mérkőzéseken jól teljesített ő is, úgyhogy tényleg az alapja volt, hogy a kapusokra számíthattunk. Furcsa a sport, ugye, mert a Falkó csapatáról is ugye nagyon sokat beszélünk, a Kosláda csapatról. A Falkó hazai pályán nagyon, nagyon jól muzsikált, nyugodtan mondhatjuk így, viszont idegenben teljesen súlytalanak voltak a sárga-feketék. Ezzel szemben a ti labdarúgó csapatotok idegenben nagyon-nagyon komoly eredményeket ért el. Ha jól tudom, a Ferencváros mögött ti voltatok a második legtöbb pontot begyűjtő együttes. Igen, nagyon jó volt az a csapatnál, hogy egyszerűen nem ijedtek meg attól, hogy most azért a tavalyi időszakban ugye a Rohonci úton nagyon nem szerettek a játékosok ott játszani, azt mindig mondták nekem, hogy az ott olyan megnyugvás ott lenni, és a közönség óriási támogatást adott. Nem mindig tudott azért olyan számban eljönni a közönség, hogy ugyanúgy érezzük magunkat. Meg nehezítette a mi helyzetünket, ugye Sopronba kerültünk el most a tavaszi idényre, de ott is ezért egy jó páron elkísértek, és otthonosan érezhettük magunkat, de azért nem a Rohonci út, azért azt el kell ismerni. Úgyhogy nagyon-nagyon kellett az, hogy az idegenbeli szereplésünkön legyenek a rutinos játékosok, akik még további önbizalmat adnak, és hát az elején nagyon-nagyon fontos győzelmeket szereztünk, akár éppen a Videóton ellen, vagy éppen Debrecenben, többek között Király Gabi, vagy éppen Almosi Peti jó játékára is szükség volt. Úgyhogy ezek a győzelmek erőt adtak a folytatáshoz, hogy igenis idegenben is nálunk magasabban jegyzett csapatok ellen is lehet eredményesen futballozni. Fontosnak tartok még azt, hogy a Haladás egy nagyon-nagyon szimpatikus csapat, legalábbis én ezt a visszhangot hallom mindenhol, és ebből adódóan is a gyerekek, a szombathelyi gyerekek, akik gondolom akár ennek hatására is elkezdhetnek futballozni, tudnak példaképet is választani, maradjon Király Gábornál, vagy akár Halmosi Petinél, vagy a többieknél. Igen, azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos feladata a csapatnak, hogy egyre több sportoló gyereket nyerjen meg magának. Persze, hogy mi elsősorban a labdarúgás szempontjából nézzük, és azt várjuk, hogy jöjjenek focizni minél többen. És amikor Király Gabi még a Rohonci úton fogta a 11-eseket, és ott nézhették a gyerekek test közelből, az nagyon sokat jelent, de úgy hallom, hogy nem csak kapusok vannak szép számon, akik jelentkeznek Szombathelyen, hogy megismerkedjenek a labdarúgással, hanem a mezőnyjátékosok tekintetében is talán ez az idény, ez a szezon, ez segített abban, hogy minél több kis új labdarúgó legyen. Hogyha ezen az úton maradtok továbbra, és én azt hiszem, hogy akkor, amikor majd az új sportkomplexum benne a stadionnal elkészül, akkor ez bizonyára megtelik majd, hogyha ilyen csapat lesz továbbra is, mint amilyen most van, és hát azért egy új stadion, az mindenképpen generálja a nézőszámot is. Igen, azt én is nagyon-nagyon várom már a csapattal együtt, hogy az új stadion ez létrejön, 2017. július 20-a körül mondják az átadást, úgyhogy ez a következő bajnokság ez le fog menni, de nagyon bízunk benne, hogy ott tényleg egy újfajta családok jöhetnek majd ki a mérkőzésekre, és ez egy igazi ünnep lesz a futballnak, hogy ott egy ilyen gyönyörű impozáns létesítményben lehet kijönni a mérkőzésre, és a futball mellett ugye ott az egy tényleg egy sor sportkomplexum lesz, ahol több sportág megfér egymás mellett, és ismét visszaállhat az a nagy Haladás család, ami ezek nagy szavak, de azt hiszem, hogy nagyon nagy erőt tudnak adni egy ilyen kielezett bajnokságban is akár. Hogyha már beszéltünk a múltról, beszélünk a jelenről, akkor egy picit ejtsünk szót a jövőről is mindenképpen. Én örülök annak, hogy te már úgy fogalmaz, hogy nagyon várad te is az új stadiont, ebből következik ugye, hogy hosszú távra tervezel. Végül is a te jövőd akkor ilyen szempontból most már biztos, viszont lesznek-e új játékosok, vannak-e olyan kiszemeltek, akikkel esetleg már most tárgyaltok, és hát lényegében a jelenlegi értékeket milyen módon és fokon tudjátok majd megtartani?
Igen, az is nagyon fontos, hogy azok a játékosok, akik tulajdonképpen a magot és az éljátékosoknak mondható egyik játékosnak sem jár le a szerződése, és nem kívánkoznak el másik egyesületben, úgyhogy ez szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy az értékeket meg kell tartani, és aztán utána szépen lépegetni, és egy kicsit erősíteni, és mindig egy picit új impulzusok érjék a játékosokat, új szerzemények legyenek, úgyhogy már elkezdtük már természetesen ennek jegyében a kiszemeltekkel való kapcsolatteremtést, és reményeink szerint már a jövő héten is már esetleg be tudunk jelenteni olyan játékost, aki meggyőződésem, hogy erősítést jelent, és ez magyar játékos is van kinézve, és külföldről is van egy-egy játékos, aki a kiszemeltjeink között van. Úgyhogy bízom benne, mert egy nagyon-nagyon kemény szezon lesz, az is köztudott, hogy a 96-os születésű játékosokat egyszerűen minden magyar elsőosztályi csapatnak jó, ha alkalmaz, mert akkor az egy komoly premizálást ígér a Magyar Labdarúgó Szövetség. Mi is erre a premizálásra igényt tartunk, amellett, hogy van egy hihetetlen jó támogatója az egyesületnek és stabil lábakon áll, mégis azért arra az ösztönző erőre szükség van. Éppen ezért úgy néz ki a jelen állás szerint, hogy két 96-os születésű játékosnak végig a pályán kell lenni. Éppen ezért, hál' Istennek, tavaly a klub úgy döntött, hogy legyen egy úgymond fiókcsapat, és a Sopronnál lehettek a mi fiatal játékosaink. Azok remélhetőleg annyit erősödtek, hogy akár jövőre visszakerülhetnek a haladás első csapatához, és ők is a keret tagjai lehetnek, és aztán rajtuk múlik, hogy mennyit tudnak majd éppen játszani, de nagyon-nagyon számít, hogy ők jó állapotban legyenek, és éppen ezért meg kell továbbra is azt a bázist adni nekik, aki köré ezeket a fiatalokat majd be lehet majd építeni. A siker értékét egyébként a mostani 5-ének az értékét talán még az is növeli, nem, hogy ti azért folyamatosan 1995-ös játékosokat, gondolok például Németh Márióra, Meggyesre, folyamatosan pályán tartottatok, már csak azért is, mert most is pénzért értek. Így van, tehát ebben a bajnokságban ez a két játékos abszolút végig ott volt a pályán, ott még csak egynek kellett lenni, 90 percig, most pedig két 96-osnak, tehát sokkal nehezebb a helyzet, de ez nem csak érzésem szerint nálunk fog ez majd egy gondot okozni, hanem a többi csapat is azért ezzel meg kell küzdeni. Én bízom benne, hogy mi azért jól állunk, és a korosztályos válogatottjaink, akik a 96-os születésűek, azok már sok nemzetközi mérkőzést, most ez a másodosztályú tapasztalatokat is föl tudják használni, és remélhetőleg ők be tudnak majd jól illeszkedni a csapatba. Úgyhogy tavaly is, és most pedig a következő bajnokságban még emelik ezt a dotációt, úgyhogy még magasabb pénz jár majd azért, hogy még ösztökélje a klubokat, hogy bátran merjenek nyúlni a fiatalokhoz. Végezetül pedig, hogyha jól néztem a programot, akkor még a héten edzésben voltatok. Mi a következő időszaknak a tervezete? Mikor mentek el szünetre, és mennyi pihenő lesz? Igen, még jövő héten még van még egy pici kis tréningünk, és vannak olyan programjaink, amit esetleg a bajnokság közben annyira nem lehet minden egyes héten beiktatni. Van egy ilyen coachingolós programunk, ami nem kifejezetten a pszichológusok, de a játékosoknak a lelki felkészítésében segítenek. Ilyen programot fogunk csinálni még jövő héten kedden, és utána pedig elbúcsúzunk, és a pihenés év lesz a főszerep a hét második felétől. És utána pedig június 8-ától lesznek orvosi vizsgálataink, és utána június 13-án kezdjük el hivatalosan a felkészülést a július 16-ai bajnokságra. Büszke vagyok arra is, hogy úgy engedhetjük el a játékosokat, hogy olyan pulár órával, ami a legújabb technológia, hogy éppen föl installálják a játékosok, és az edzői stáb is, amikor elkezd vele dolgozni a szabadság alatt, akkor mi is látjuk, hogy éppen mit csinál. Úgyhogy ez is egy óriási segítség, hogy azokat az újításokat, amit behoztunk itt az elmúlt évben, illetve most már közvetlenül ebben az évben, vagy ebben az időszakban tudtuk ezeket beszerezni, ezeket az órákat, és erre is megvan a klubnak a lehetősége, az egy óriási dolog, és ez is egy lépcsőfok, hogy egyre erősebb csapat legyen a haladás. Június 8-án találkoztok, orvosi vizsgát, június 10-től meg gondolom elkezdtek ti szurkolni a magyar labdarúgó válogatottnak. Legeslegutolsó kérdés, mit vársz a csapattal az Európa-bajnokságon?
meccsünk van, mit tippelsz? Igen, hát annak is nagyon örülni kell, hogy ugye kim van az Európa-bajnokságon, és ez már egy óriási dolog a magyar szurkolók szemében, hogy lehet szorítani, lehet tippelgetni, hogy már 4 pont lehet, hogy elég lesz esetleg a továbbjutásra. Mi is itt fogunk szurkolni, azt hiszem a Haladás csapatával együtt itt Szombathelyen, hogy a magyar válogatott minden jobb eredményt érjen el. Nagyon bízom én is ebben a 4 pontban, hogy 4 ponttal akár tovább lehet jutni, de már ez is fantasztikus dolog, hogy nem érheti nagy szemrehányás a csapatot, hogyha véletlenül nem jut tovább, hanem ez egy óriási öröm már a futball szurkolóknak, hogy már ott van a válogatott az EB-n. Én köszönöm szépen a befáltást, akkor elsősorban jó pihenést kívánok nektek az ember. Lesz mit kipihenni szerintem. Hát, kemény szezon volt, így van. Köszönöm még egyszer. Kedves nézőink, pedig akkor folytassuk egy másik sikerrel. Nagyon jól szerepel a Svitelszki Haladás VSF futszál csapata a felsőházi rájátszásban. A 3. meccsüket játszották a Szombathelyek. Ezek közül már a 2. nyerték meg. A futszálbajnokság felsőházi rájátszásának 3. fordulójában a tabellán bronzérmes pozícióban állomásozó Svitelszki Haladás VSE az 5. helyezett Veszprém Gárdáját fogadta az Aréna Szaváliában. A derbit a hazai szurkolók nagy örömére a vasi zöldfehérek kezdték jobban, akik már a mérkőzés 4. percében meg is szerezték a vezetést. A folytatásban azonban rengeteg helyzetet hagytak ki Horváth Péterék, így a félidőben csupán 2-1-es eredmény állt a táblán. Térfélcserét követően azonban alaposan belekezdtek a gólgyártásba Lódi Tamás tanítványai. Ennek köszönhetően pedig 7-2-es hazai sikerrel zárult a találkozó. Ilyen magabiztos győzelemben még a hazai játékosok sem reménykedtek. Nem számítottunk rá, szerintem látszott is az elején, mert csak egy volt közte, nagyon szoros mérkőzés volt. Úgyhogy mi is meglepődtünk a végére, hogy ennyi lett közötte. Ez volt ugye a 3. felsőházi mérkőzésünk. Szerettük volna mind a 2 hazai meccset egymás után megnyerni. Szerencsére ez sikerült, úgyhogy így készültünk, hogy győzelem lesz. Szerencsére nagy arányú lett ebből, úgyhogy talán kiszolgáltuk a közönségünket. Nem tudom, hogy egyetértesz-e velem, de mióta Lódi Tamás a csapat edzője, szerintem ma játszott a csapat a legjobban. Lehetben igazság, talán én azt mondanám, hogy inkább akkor a 2. fél időben játszottunk a legjobban. Pörgött a csapat, mozogtunk, sokat futottunk. Odaértünk mindig a kapu elé, szerintem látványosan is játszottunk, úgyhogy reméljük, hogy közönségvonzó lesz ez a játék, és egyre több nézőnk lesz, úgyhogy köszönjük a most kilátogatóknak, és reméljük továbbiakban ez egyre több lesz. Végezetül pedig milyen folytatást vársz? Megyünk Berettyóújfaluba pénteken, tévés mérkőzés lesz. Én győzelmet várok a csapattól, halkan mondom ezt, mert a Berettyó egy nagyon erős csapat, de ennek ellenére szeretnénk nyerni, és ott maradni a dobogón, tehát az első, második, harmadik hely, amit én megcéloznék a csapatunknak, mert úgy érzem, hogy van bennünk annyi, úgyhogy oda kell érnünk, reméljük a legjobbakat. A Szombathelyek sikerének értékét növeli, hogy a Veszprém csapata válogatott játékosokkal a soraiban érkezett az Aréna Szaváriába. Mi is úgy készültünk, hogy próbáljuk majd megnehezíteni a Szombathely dolgát, tudtuk, hogy nagyon jó formában vannak, tudtuk, hogy előttünk járnak. Első fél időben többé-kevésbé sikerült, bár sokszor úgy éreztem, hogy szerencsénk is volt. A második fél időben viszont sajnos mindenben felülmúltak bennünket. Hosszú a bajnokság, nagyon sok mérkőzés hátra van. A véleményed szerint a Haladásba tud odaérni, és hát ti végül is mire számítotok a folytatásban? Hát így láthatatlanban talán azt tudom mondani, hogy az ezüstéremért és a bronzéremért nagy csata várható. Mi pedig próbáljuk rendezni a sorainkat, és próbáljuk az előttünk lévő csapatok dolgát megnehezíteni, nem lesz egyszerű sajnos. Végezetül pedig véleményed szerint a magyar futszás fejlődését mennyibe szolgálja az, hogy ilyen mérkőzések vannak sok néző előtt, sok góllal? Természetesen, hogy szolgálja. Természetesen szolgálja az, hogy egyre több fiatal játszik. Most a Szombathelyben is nagyon sok fiatal játszott már a mérkőzés vége felé. Itt mindig jó játszani, mert sok néző van, bár ez igaz Veszprémre is, úgyhogy ezek mind csak a futszal javát szolgálják. A Haladás győzelmének köszönhetően feljött a tabella 2. helyére. Csupán a sokszoros bajnok Rábeltó előzi meg a Szombathelyeket. A Vasiak pénteken 20 órakor a 4. Berettyóújfalu otthonában lépnek pályára. A találkozót az M4 Televízió élőben közvetíti. Azt hiszem, kedves nézőink, hogy érdemes itt Szombathelyen sporteseményekre járni, érdemes labdarúgó mérkőzésekre, röplabda meccsekre, és természetesen érdemes futszál találkozókra is járni.
Emlékeim szerint jövő héten kedden játszanak majd itthon a szombathelyek, szerintem mindenképpen érdemes lesz kilátogatni arra a futszál mérkőzésre, vagy pedig mondjuk holnap este, azaz pénteken este megnézni a Berettyó Újfalu elleni rangadót. És akkor most térjünk át a második beszélgetésünkre, melynek témája ezen a plakáton látható. Magyarok a Barszáért, ez egy péntek 18 órakor kezdődő rendezvény, melynek a Szavária mozi ad majd otthont, és erről beszélgetünk kedves vendégemmel, mégpedig Hekenest Istvánnal, a Hekenest ingatlan iroda vezetőjével. Szia, jó estét kívánok! Szia, jó estét! Kedves nézőink, akkor a sportra való tekintettel és szíves engedelmükkel persze maradnánk akkor a tegeződésnél. Mi ez a rendezvény? Hogyan merült fel az ötlete annak, hogy Szombathelyen a Barcelonáról legyen egy este, legyen egy rendezvény? Nagyon érdekesen indult ez még a Balaton partján. Találkoztam Kocsis Tiborral, aki egy nagyon lelkes fiatal rendező, és olyan szavakkal beszélt a Barcelonáról és az ő filmjéről, hogy egyszerűen arról kellett tovább gondolkodni, hogy akkor hogy lehetne Szombathelyre hozni. És akkor jött az ötlet, hogy én eléggé ismerős vagyok Szombathelyen, sportkörökben is, meg egyéb háttér városi rendezvények, intézmények terén, és akkor jött egy olyan, hogy próbáljuk ezt meg Szombathelyre hozni. Az első meggondolás az az volt, hogy miután az Őrvidékháznak ismerem a programját, és tudom azt, hogy milyen nívós rendezvényeket tartanak, hát ez egy helyszín lehetne. De aztán rögtön elkezdtünk beszélgetni, hogy ez kicsi a nézőtér, és ezt egy nagyobb helyre kellene hozni, és akkor merült fel tovább az ötlet, hogy akkor ez a Szavária Filmszínházba. A város vezetése abszolút mellénk állt ebbe az ötletbe, és így most már kijelenthetjük, hogy pénteken remélhetőleg egy nagy ünnep lesz a Szavária Filmszínházba, ahol hát nem csak ez a film lesz bemutatva, és nem csak a rendező lesz itt személyesen, hanem olyan díszvendég, mint Dunai 2 Antal, aki nyilatkozik is a filmben, és hát meghívtuk, és úgy tűnik, hogy el is fogadták a meghívást, a haladás nem csak a mai, hanem az öreg fiúk, úgy tudom, hogy 22 fővel képviseltetik magukat, és hát ahogy a plakátról is, meg az ismertetőkből már látszik, lesz egy nagyon érdekes párok, így testvér, illetve az apa-fiú kapcsolatok, a Király Feri, Király Gabi, és a Halmosi Zoli, és a Halmosi Péter, úgyhogy ez még külön aktualitást ad annak, hogy itt, ahogy a plakát tetején van, hangoljunk az EB-re. Előbb hallottam Mésző Gézát is, hogy már a csapat is nagyon ott van, a szurkolást is készítik elő, hát mi is úgy gondoljuk, hogy ez is egy alkalom lesz arra, hogy kollektíven próbáljunk egy kicsit ráhangolódni. Beszélgessünk egy picit arra is mindenképpen, hogy hogyan kötődik Magyarország és a Barcelona, már csak azért is, mert én úgy tudom, hogy a Barcelona szurkolótábora talán a világon az egyik legnagyobb. A Real Madrid és mondjuk a Bayern München mellett rengetegen szorítanak nekik a világ számos részén, itt többek között Magyarországon is. Ez így igaz, és ehhez még egy plusz adalék, hogy volt egy időszak, amikor három világsztár focizott a Barcelonába. Ezek közül nekünk még szerencsénk volt, az osztrák tévén keresztül még többször láttuk is őket, és hozzá tartozik, hogy a mai fiatalok, akik Messi mezben járnak, azok talán nem is tudják, hogy annak idején az említett játékosok körülbelül ugyanolyan nagy sztárok voltak és világsztárok a csapatban. És hozzáteszek még egy nagyon érdekes, a filmből majd ez nagyon szépen kiderül, hogy a mai Nou Camp stadion, amíg tényleg mindenkinek az álma egyszer ott nézni egy meccset, az tulajdonképpen egy magyar embernek, Kubala Lászlónak a ott léte alatt fogalmazódott meg a klub vezetőibe, hogy kell egy nagyobb stadiont építeni, és akkor lett ez a Nou Camp. Említsük meg azért a többieket is, már mint Kubala mellett, ugye Kocsis és Cibor az, aki annak idején nagyon sokat tett azért, hogy ez a Barcelona, amelyik most tényleg a világ egyik legjobb csapata, egyre magasabbra és magasabbra törjön. Igen, és ami különleges ebbe a kapcsolatban, hogy ez a három magyar, tehát a Kocsis, a Kubala és a Cibor, mindegyik egyfajta ikon a Barcelona jelenleg is. Ők úgy tartják ezt, és mikor volt a filmnek egy kinti bemutatója,
Én csak hallomásból tudom, hogy olyan esemény volt az ott, hogy szinte tényleg ilyen történelmi. És ez még párosul egy nagyon érdekes dolog, hogy a filmben megszólalnak az említetteknek a gyermekei, akik hát nyilván már felnőtt emberek, és hát nagyon sok olyan magyar foci nem csak rajongó, hanem mondjuk így, hogy résztvevője volt a magyar labdarúgásnak, akik közül már többen eltávoztak, és van akinek például a Grosicsnak az utolsó interjúja, az ebben a filmben volt. Olyan lelkesedéssel beszélsz erről a témáról, hogy te Barcelona szurkoló is vagy, mert nem csodálkoznék rajta. Én általában úgy gondolom, hogy minden olyan, ami sport, és olyan, ami a szívemhez közel van. Hát ezek között természetesen, hogy ez a Barcelona is, a Real Madrid is, a Bayern München is, de itthoni viszonylatban is az én szívem sarkában a haladás az mindig ott volt és mindig ott lesz. Ez nyilván attól is van, hogy már gyerekkoromban is oda jártam még annak idején a sűjesztett pályán kosarazni, aztán láttam még a nagyöregeket a pályán játszani, és azért egy kitüntetés az, mikor velük újra találkozhatom. És ez például a Halmosi Zolival még kosármeccseken is együtt vagyunk szinte egymás mellett. Én amit nagyon fontosnak tartok ezekkel a nagyon nagy csapatokkal kapcsolatban, így például Barcelonával kapcsolatban is, hogy nem csak az eredmények, amik nagyon csodálatosak, hanem az a szellemiség és az a körítés, ami ezt a klubot körülveszi, mert a Barcelonának szurkolni Spanyolországban szinte egy vallás. Tehát olyan fontos ez a csapat a katalánoknak ugye elsősorban, ami hihetetlenül népszerűvé teszi, és tényleg üzeneteket tud közvetíteni ez a csapat, gondolom ezt is fontosnak tartjátok majd itt kihangsúlyozni Szombathelyen. Természetesen, és ahhoz, hogy ez nem csak egy gólok, nem csak egy játék, nem csak egy futball, hanem ebben nagyon sok emberi érzések, ebben még a hazaszeretettel kapcsolatos dolgok is megfogalmazódnak, és ez mindez olyanná teszi, hogy nagyon látványos is egyben. Ez nagyon fontos szó szerintem is, mert a Barcelonára mindig is az volt a jellemző, a mostanira is az a jellemző, hogy ők spanyolok révén a futballt játsszák. Játsszák a focit, és ahogy elnézzük Messit, Neymart, mondjuk Suárez nem annyira, mert Suárez nem olyan biztos, de a többiek olyan látszik, hogy élvezik a mérkőzés minden egyes pillanatát. Én nagyon bízok abban, hogy ugye holnap ez ingyenes rendezvény lesz majd, ami szerintem nagyon fontos, hogy nagyon sok gyerek is lesz, mert ezeken a sztárokon keresztül tényleg olyan üzenetek juthatnak el hozzájuk, olyan példa kerülhet eléjük, hogy akár Magyarországról is el lehet jutni egy ekkora csapatba, mint a Barcelona. Illés Bélával még a haladás alapkő letételénél beszéltünk, és mondta, hogy amit tud hozni a fiatalok közül, azt el is hozza, pontosan azért, mert ezek példaképek, és mindig kellenek a fiatalok előtt, hogy legyenek ilyen példaképek, akikre felnéznek, és akit követnek majd. Nagyon fontos ugye az, hogy tényleg Barcelona azért egy picit messze van, de amit te is mondtál, hogy ott lesz ezen a filmvetítésen Király Ferenc, a fia Király Gábor, ott lesz Halmosi Zoltán és Halmosi Péter. Nekünk, szombathelyeknek, kicsiben, ők legalább akkora sztárok, mint Messi, és Neymar mondjuk a Barcelona szurkolóinak, és épp, hogy alkalmasak arra, akár az életükkel, akár a hozzáállásuk, hogy példaképek legyenek. Gondolom, ahogy te is ismered őket, ez számodra is egyértelmű. Ez teljesen egyértelmű, sőt annyira, hogy egyik-másikkal egész baráti viszony van nekem is, és amikor még a fiam a Király Gabival egy csapatban játszott, onnét datálódik az a fajta kapcsolat és ismerettség is, és nem lehet elmenni amellett, hogy ezek az események azok, amik a fiatalokat mindig még tovább lelkesítik. És amikor megemlítettünk már az EB-t, itt Szombathelyen biztos, hogy mindenki egész máshogy fog szurkolni, azért mert ott van Király Gabi, és az a mi gyerekünk. Egyébként beszéltünk ugye most a Barcelonáról, beszéltünk a magyarokról, akik ott játszottak, beszéltünk a haladásról. Konkrétan a holnapi rendezvénnyel kapcsolatban te mit vársz ettől az eseménytől? Gondolom egy nagy élményt, amit maga a film jelent, de bizonyára neked is fontos az, hogy ez mit várt ki azokból az emberekből, akik remélhetőleg majd teljes egészében megtörtik a Szavária mozit. Én úgy gondolom, hogy talán még a könnyek is elhullanak, olyan lesz a hatása, és ami a másik, hogy itt van egy olyan réteg, akik számára ezek a nagyöregek és az a közönség körében meglátható haladás öregfiúk,
az a kettő együtt egy olyan hatással lesz, hogy szerintem még talán szurkolásnak is fölfoghatjuk. Beszélgetésünk végén, ha már ugye fociról beszéltünk, és itt volt az imént Mésző Géza, és tudjuk azt, hogy neked nagyon fontos a haladás, a szíved csücske. Hogyan vélekedsz a mostani szereplésről? Elvégre ez az ötödik hely, ez a számunkra felér azzal, mint hogyha mondjuk a Barcelona megnyerné a bajnokságot, mert nekünk ez nagyon-nagyon nagy eredmény. Ez egy óriási eredmény. Itt közben én is gratuláltam Gézának, és hogyha ehhez hozzáveszünk azt, hogy milyen erős most azért a mezőny, és hogy ebben a szűkebb létszámba értük mi ezt el, és egy hajszálon múlott az, hogy nem dobogó és a nemzetközi szereplés, amire én még most is egy kicsit titkon vágyok, mert hát ha valaki visszalép, és akkor mi kerülünk előre, és ez a jövő, és ez lesz a számunkra is egy biztató. Hadd legyek egy icipicit lokálpatrióta, én azt hiszem Szombathelyen szinte mindenki az. Én úgy Isten igazából azt szeretném, hogyha akkor kerülnénk ki a nemzetközi porondra, hogyha elkészül ez a csodálatos stadion, ami ugye a Rohonci úton épül, mert az lenne a jó, hogyha ide Szombathelyre hozhatnánk mondjuk, ha nem is Barcelonákat, de azért az Európa Ligában is vannak nagyon jó csapatok, és jó lenne kimenni szurkolni. Ezt nem tudom, te hogy gondolod? Lehet, hogy akkor a sors keze volt ebbe, hogy most még ne, de a következő idényben már, akkor már abban az új csodálatos stadionban fogadhassuk az európai élvonalat. Egyébként hallottam olyasmiről is, hogy a tervek között szerepelnek ezek, hogy a stadion megnyitó mérkőzésére majd valami top csapatot sikerül lehozni. Ez én emlékeim szerint ugye volt már itt például az Arsenal, volt itt a Werder Bremen, ugye ezek a csapatok a régi Rohonci úti stadionban voltak, de gondolom ez is nagyon nagy élmény, hogy haladásszurkolónak elvégre, nem tudom, te ezeket a meccseket a helyszínen láttad, de voltam, mert csodálkoznék, ha nem. Így van. Mennyire fontosak ezek a mérkőzések egy Szombathely számára? Hát szerintem ez mindenkit megmozgat. És ez már akkor olyan társadalmi esemény lesz, hogy ezt nem lehet kihagyni. És bízunk abban, hogy ez a film is holnap olyan lesz, este, amit nem lehet kihagyni. Én köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk a stúdióba, és akkor egy nagyon jó rendezvényt kívánunk holnapra. Köszönöm szépen. Kedves nézőknek pedig köszönjük szépen már a megtisztelő figyelmet itt a Szombathelyi Televízióban. Hamarosan majd a híradó ismertése következik. Tartsanak majd továbbra is velünk a viszontlátásra.